ez egy speciális területe az újkori románcozásnak, és a magyarországi kortárs románcművészet a 60-as évek végén indult, és nekem volt szerencsém a nagyhírű Kecskeméti Nemzetközi Románcművészeti Alkotóműhelyben éveken keresztül tanulmányokat folytatni, és olyan mesterektől ellesni szakmai, technikai, szellemi ismereteket, amelyek eljuttattak engem arra a szintre, ahogyan most 40 év után dolgozom. A vázlatom egy középkori templomi zenélő angyal sorozat kompozíciójából kiemeltem egy angyal figurát, amelyik egy pengetős hangszert tart a kezében. Tekintettel arra, hogy a nyírbátori református templomban csodálatos komoly zenei hangversenyek zajlottak a nyírbátori zenei napok idején. Tehát ezzel a munkámmal, a zenélő angyallal, a zenei napokra és a nyírbátori műemléktempromra szeretnék utalni. Egyébként ez visszatérő téma egy-egy sorozat esetében. És az első beégetés, mint említettem, ez az úgynevezett alapozás. Megadni az alapszíneket, és a további 6-7-szeri festéssel, égetéssel megjeleníteni a figurát. Az arckifejezést, az ujjakat a húrokon, és a háttérben olyan ornamentális díszítő elemeket festeni, ami utal a középkori templomok faragott díszeire. Nyírbátornak van két olyan 500 éves késő-gótikus műemléktemploma és a benne rejlő reneszánsz díszítő elemek a Bátoriak családi templomában családi címerdombor művek, amiket én már gyerekkoromban is fölfedeztem a templomban, csak akkor fogalmam sem volt arról, hogy mi az, hogy címer és mi köze a Bátoriakhoz. És az ománc műfaja, a technikai kivitelezés lehetősége párosult nálam a két templomhoz kötő történelmi hagyományok látványának az ománcba való átültetésébe. Tehát történelem, hagyomány és egy 6000 éves műfaj hogyan találkozik, és ez miért egy nyírbátori születésű alkotó személyiségében és alkotó munkásságában testesül meg. Szerintem ez nem volt véletlenszerű. Ez, ahogy a reformátusok szokták mondani, az eleve elrendelés kategóriájába tartozik. Én, mint nyírbátori, úgy éreztem, ráadásul, mintha még közöm is lenne a bátoriakhoz, hogy nekem az a feladatom, hogy ezeket a történelmi emlékeket láthatóvá, hordozhatóvá tegyem, bemutathatóvá a nagyközönség számára, mert egy címer az egy olyan összetett ismereteket közvetítő műfaj, amiben benne van a tömény történelem, benne van a képzőművészet ábrázolásának a törvényszerűsége, köthető személyhez, helyhez, időhöz, és a bátori címereimet ismertető is, bemutató két csodálatos alkotó mindkét esetben kihangsúlyozta, hogy a múltat átmenteni a jelenbe és a jövőbe, és nyírbátoriként nekem az is feladat, hogy a bátoriak által ránk hagyományozott művészeti örökséget
fel kell dolgozni abban a műfajban, amihez nekem szerencsém volt hozzájutni, és meg kell mondanom, hogy az ománcozásnak az iparművészeti ága az, ami lehetővé teszi, hogy a domborművű címerek síkban ábrázolt ománcképekben jöhessenek létre. Nem akartam lenni sose pedagógus, csak a történelmi körülmények folytán egyéb kategóriába tartozott a család is. Minket 62-ben nem engedtek egyetemre, főiskolára. És egy szerencsés véletlen folytán megkaptam azt a lehetőséget a helybéli hatalmasságoktól, hogy legfeljebb egy tanítóképzőbe elmehetek. 65-ben végeztem a tanítóképzőben, és a tanítóvá való kinevezés szerződése a járási hivatalnál eleve meghatározta, hogy 5 évig nem hagyhatjuk el a Nyírbátori járás területét. Tehát bármennyire szerettem volna elmenni más megyébe, vagy netán Budapestre, ez 5 évig teljességében lehetetlen volt, ha a pedagógus pályán maradok. De hát azért azt tudjuk, hogy a 60-as, 70-es években nem volt olyan könnyű munkahelyet cserélni, váltani. Nem voltunk úgy megfizetve, hogy bárhol az ember egy albérletet, lakhatási körülményt egy tanítói fizetésből tudjon finanszírozni. Ha pedig városon vagyok, ahol színházak vannak, hangversenyek vannak, ahová egy jegyet venni sosem volt olcsó dolog, ezt én soha nem tudtam volna finanszírozni. Tehát volt egy kötelező helyhez kötöttség, és ezen belül kellett megtalálni azt a munkakört, azokat a lehetőségeket, ami a helyhez kötöttségből eredően azért ad egy témakört, ad egy feladatot, egy életcélt, hogy ezen belül nekem ezen a helyen mi a dolgom a világon, a magam szakmájában, a magam műfajában, ami nem csak az én alkotói vágyaimat szolgálja ki, hanem az a tudás, amit én szerzek, és át tudok adni az általam vezetett gyerekszakkörök résztvevőinek, ismereteket, történeteket, meséket, rajzolás, festés, az alkotás örömét, akkor az ember, én legalábbis úgy gondolom, hogy teljesítem azt a feladatot, amiért dolgom van a világon, és a tudás átadásával tulajdonképpen nemzedékeket tudok elindítani az alkotó munka iránt, ti elkötelezettséget illetően, de egyszerűen csak az alkotás örömével megismertetni gyerekeket, az egy kicsikét több az általános tanítói munkánál. Három szakaszra tudnám osztani az életművemet 21 éves koromtól kezdődően, lévén a 80. évemben, hogy volt 5 év általános iskolai tanítói korszakom. Volt 30 év képzőművészeti műhelyen belüli 25 nyári alkotótábort magába foglaló vizuális, iskolán kívüli vizuális művészeti nevelés, aminek következtében az én alkotó munkásságom is kialakulhatott, létrejöhetett életformává vált. A nyugdíjba vonulásom után jön az önálló, igazi, örömteli alkotómunka minden kínjával, bánatával, örömével, nehézségével egyetemben, amikor is elindult az, hogy
emléket állítok a nagy hírű bátoriaknak. Ráadásul még azt is hozzá kell tennem, hogy a Módi György féle bátoriak családfáján a 132. számú Bátori Miklós, aki meghalt 1584-ben, a feleségét úgy hívták, hogy Makrai Zsuzsanna. Tehát nem hiszem, hogy az én lettem volna, vagy az én ősöm, de a nevemmel való találkozás az egy akkora élmény volt, amivel kevesen dicsekedhetünk. Tehát ez megerősítette bennem azt a feladatot, hogy nekem kötelességem a bátoriakkal foglalkozni, és minden tudásommal, minden ismeretszerzéssel az omác műfajában olyan emléket állítani nekik, ami pillanatnyilag 93 darab bátori címer témájú zománcomat öleli fel. Ennek folytatása, illetve befejezése lesz, ami még ezután vár rám, a 15 erdélyi fejedelem portrézománcának a elkészítése, és ekkor már 100-on felül leszek én az Erdélyhez is szellemiekben kötődő nyírbátori. Ez lesz az életmű, és az lenne még a csoda, hogyha a 30 éves képzőművészeti szakköri munkásságunkat összefoglaló Volt egyszeres stúdió Nyírbátorban című 300 oldalas művészeti album mellé meg tudnám írni illusztrációkkal, fotókkal felszerelve, kiegészítve ezeknek a bátori címereknek a készítésének a történetét könyv alakban. Nagyon szeretném, ha még ez életemben elkészülhetne, és akkor le lehet tenni a lantot. Ehhez még kell 15 év.